szemű hallgatók. Hogy itt vagytok, örüljünk-e neki? Vagy féljünk tőletek? Még nem tudom eldönteni. Mai játszadozásunk célja tréfálkozás a valósággal. Foghatjátok mai vigalmunkat kacagás nélkül, de ezzel mi természetesen felnyomjuk az anyunkat. De ami megfontolandó, azt kéretik komolyan meg. Vígjátékot játszunk, mert azt érti és szereti mindenki. S ha valaki mögé lát, az nyer is az előadásunkat. Feltehetően Isten adja nekünk, hogy a tökéletességnek ennyi próbájával is szolgálhassunk. Szerencségünk is Isten adja. Poéták erős szorgalommal igyekezett bölcsnek is mutatkozni a játék megírásakor, de ezt nekünk nem kell komolyan vennünk. Röhögcsélünk egyet, aztán megyünk tovább. Ha valaki később mégis elgondolkoznék azon, ami itten hamarost megesik, az vesse magára. Na már most ti nagyra becsült nézőink figyelj! Mi szerteföldön híre színészek meg játszunk. Mi van még? Kezeiteket csókolom. Csak Samunak!
Samu, menj a kopó zsebibe! Akkor! Én csak olyan pulut, mint Kedrin, ne pulun! Meg ne haragítson rá, Zenike, vegye meg ezt a gyümölcsöt, ezt a... Törtét vagy mit? Aztán mindig csak Samu! Én bizony haragúszom! Samu csak mindig Samuhoz teszed, nincs ki, tehát szalutjon a kutyánul! Virga a gyereknek, aztán meg más! Ha meg csak a saját fiára maradtoljon! Asszonyám üzeni, adjon a boltból ruhát a kocsisnak, meg annak az úrnak, aki hozzánk jár. Melyik az a hozzánk jár az úr? Ördög tudja, ez is hozzánk jár, másik is hozzánk jár, te kis világig jár, melyik az a hozzánk jár az úr? Tudja, miért kérdezi? Asszonyám azt mondta, adjon a kocsisnak két mustányi köpegenyet, nyakra való keszkenőnek 8 fő kukovai basztót, tolposztót, kalapra 8 fő parancsújtást, nadrágra egy okos trusztollat, egy pár nádvízetet, egy süveg narancsot. Annak az úrnak pedig, aki hozzánk jár, adjon egy pár gatyára való bélést, újas trusztinak való híves vásznak, és mindezeket híve fel a jegyződőnek. Nekem pedig adjon gatyára való bélést, asszonyámnak pedig, mivel hogy kevés esze van, adjon egy fabábot, meg egy olyan magába felállót. Hadd játszik vele a bolond! Hát mi a még kis Samu? Magába felállót? Az asszonynak fabát kell! Hogy lehet azzal egy kicsit játszani? Hát hogyan passzak én neked? Na, csak menj vissza te kicsiny bolond! Én nem kicsiny. Nem vagyok én olyan bolond, mint... Asszonyám! Jön! Tár a kolombán Dánival mulatott a Lázár, hogy olyan jó kedve van. Csolyettó Lázár! Csolyettó bizony! Hát a tatár látott 8 fő pusztú vannyukra valót. A Samuka onnan utasztását parancsolt az asszonynak, hogy én olyan se nem láttam, se nem hallottam, de kérdezze csak az asszony. Áj, te kis... Bócska! Már megint elment a kis eszecskét. Azt a kis üzenetecskét sem tudtad átadni a Lázárocskának, az istenecskéjét. Egy nyakra valócskának, 8 lőtt pozdócska! Na, a kis bócska! Erre egy kis szobácskát, mert egyél almácskát, szilvácskát, könyvecskét. Oh. Könyveskélet ne eld be! Hanem vedd a kezecskét, és menj tanulni a többi gyerekecskékkel. Hát, Lázár, minden megvan az uracskának. Már is uracskának. Csacsak, mind uracska. Gazdagnak, zelkénnek, ifjúnak, eregnek, így a gyengek, városinak, csak mind uracska. Bazzeg Lázárja, kezd a nyakamra nőni. Méri és felírja Lipit Lottyú számára. Ó, Istenem, Uram, már meg levek Lottyú számára. Isten úgyse... Majd mit is mondok? Az a levek Lottyú? Az asszonynak levek Lottyú. Jaj, Istenem, Uram, csak hurdani. Drága minden, soha píztem látni, se nem hallani, most se píz, ha pireszel bűn. Kontócska lesz, tartozás, írjon be a könyvbe. Ó, ha van itt már kontó, lássad magad az asszony. Arra is csak a papírus vesztegetjük. Több a kontó, mint a nettó, csak a davarin olvasom el. Kuntó azon burdikákról, melyeket Herr Wolfgang levetlott, de gönöncsértelek, ízve gardúi asszonság hátusok budjáról elborgatott. Kopsziék, primo januari, farsangi macskarás bálbaj bükör habitushoz, mindössze 63 forint, 41 krajcán, ingyen jött. Két bükör szar, nagy, mint az enyém. Röhögésnek okáért. Ti 1 forint 14,5 krajcár. Egy fél viseltes ökör, bika farka, boldogult úréféle 7 krajcár.
Secondo februári, Downs Right Pár bűcsonással kapjuk 1 forint, Gettó, egy Manchester csizma 14 forint, Hatkrajcár, harmadik Márti, egy Barubárda, 145 forint és fél krajcár, Primo Aprili, 37 forint, 59 krajcár, 19. máj, 16 forint, 16 krajcár. Lássad az asszony? Magad lássa, így bizony nem győzi az ember, csak a kontó, aztán semmi sincs, ami nettó. Áj, édes Lázárocskám, az az én szegény férjecském, szép férjecském, jó férjem, élne az Isten! Nyugossza meg! Már én nem így volnék. Már a boltocskámba se félnek a boltékkal. Magam is az ölembe hordoznék egy kis boltékácskát. De látj, csak Isten ember! Már a szegény asszonyka mihez támaszkodjék? De bizony nem a legényecske után esekedem ám, távol álljon tőlem az ilyen, az Isten mentsen meg! Hanem csak azért, no, a férfi, csak ennyicske legyen mi. Ajaj, férfi az a házdák, csak Isten áldása csinálja! Bölcsként, mert ugram ki, így a lépít nagycsacska! Jaj, csendesen legyen, mint hal a válság! Szegény férjecske, mondta most élnél, de megnyilvasztott az Isten. Jó reggelt, szeretett asszonyom! Szégyenkezem, hogy így szeretlenet öltözetben teszek tiszteletemet, pedig én első lennék a legújabb pesti divatok hordásával. Egyedül csak asszonyom kegyeiért, asszonyom szívéért. Jó reggelecskét kívánok, de még nem is láttam az uracskát ilyen furcsán öltözve. Valahogy még kicskébe is vette ezt a furcsa arcukot. Hogy van, hogy mi fiatalocska csajszik egyenesen, meg bolondulunk tőle. Aki a legújabb pesti divatot ismeri, az bolonduljon is meg. Becsüljön ön is, asszony. Az ilyen ruha szerelme szív szokottál feküdni. Dobog. És nem csak a szív. Van ez a tapasztalat, a szívemet legújabb divatokhoz vonni. Először a kétszínű ruhácskáját nevettünk ki, megszoktuk. Az lett divatosabb, aki nem merte ismerni a divatot. A két uracska most már nem csak színben mutat kettőt, hanem a viseletében is. Hagyjuk! Téja van? Van! Legjobb pedig van császárdia, originális lapá. Én nem akarom megbántani, de nekem jobban esnék egy lapá. Ó, lelkecském, mi az vagyecském, csak olyan után beszélünk, ahogy élünk. Az uracskák jobban tudják, mit hogyan. Most itt vagyok. Tegnap a szobámban egy balhát vettem észre. Tegyen félre egy félkantú jappán teját. Azzal ölöm el az összes balhát. Oh, ne menjen el még, uracskám! Maga nélkül olyan vagyok, mint egy szedetlen szőlő. Vagy szőlőcske! Én nem tudom, mi Isten csodája. De ha az Úr itt nincs, olyan viszketegség van az egész testemben, leginkább itt, vagy no, talán az idő okozza, vagy mi. Édes, tudom, hogy nálam nélkül nem lehet el. Most mégis el kell. Egy úriember, nem időszed mindig egy mini market. De visszajöjjön el szívecskén, hogy egy minit marketoljuk. Hát tolj. Visszajövök, amit kedvem tartsa. Alázatos szolgálja az úrnak! Jó színben vagy! Jól is mutatsz! Jó szerencsét kívánok az úrnak! Hol a buszban vetted ezt az ózsdi cuccot? Vergilius idejében hordhattak ilyet az olasz mácsó. Speciál ez a legújabb párizsi divat. Párizs a megfordult világ színtere. Nézel ide az úr,
illetlenség elől begombolni a kabátot, ha hátulról is lehet, nincs hajfehérítés. Az ökológiai egyensúly miatt fekete haj van divatban, a korom olcsóbb, mint a búza. De azt a fél pár csizmát átfúdozni viszed a vargához, vagy mi? Tudatlannak tetszik lenni? Na, figyuszka, a németek a kalapjukat hordozzák a hónuk alatt, a franciák a csizmájukat és mezetláb járnak. A bécsiek állókig betekelik a nyakukat, noha a vérmagyarok! Ezt soknak tartják, Párizsban nyakra valóhoz egész lepedő kívántatik, ez megfelelő egy ahhoz is. A németek csak az orruk környékén tubálkozzák, a mai franciák, köztük én, tökébb be vannak tubálkozva. Ez mind szép. Én a világon sem vállalám ezt a Versailles-i kavallérsrát. Azt meg végképp nem értem, az az átkozott kép, mit keres a nyakadban. Járni sem tudsz tőle, csak nem valami aulett? Mérhetetlenül hülye vagy és járatlan a párizsi divatban. A francia férfiak kedveseik portréják a nyakukban, a nők a kebleik közé rejtve hordozzák. Ezt eltanulták tőlük a németek. Több se kellett a franciáknak. Szeretőik arcképét vászonra festetik, rámában hordozzák a nyakukba akasztva. És vége a fülbe való kis karikáknak. Én már csak nagyokat hordok. Nem zavar a hallás? Tessék? Végtelen nagy marhák azok a franciák, meg azok is, akik követik. Milyen kis pályás volt! Látnál a francia nőket! Mindegyik zsebükben, jobban, kicsi kutyácska volt eddig ma, borjú nagyságú szerinteket kísérik őket, párfümös dobozok helyett... Elég is! Dolgok! Méghozzá igen fontos dolgok. Ajánlok! A párizsi divat már! Na de kérem! Hová olyan zsűrűs? Utasítom az inasomat, nézze meg, nem jöttek ki a számjaival ott. Az úr lottózni szokott? Általában nem. De most meg kell nyakadban. Vagy sokat, vagy semmit. Jobban tennéd, ha pénzedet a szükségleteid pótlására költenéd. Ha megtehetnék, akkor itt tennék és úr lennék. Nem vagyok az, de az leszek. Az a pár milliárdocska már a tenyeremben van. Tehát az Isten szólt az úrhoz. Még az is lehet. Valójában megálmodtam ezeket a számokat. 1, 2, 3, 20, 23. 1, 2, 3, 20, 23. Meglehetősen különös számok. Hogyan jöttek elő az álmodban? Álmodban? Két macskát árultam. Három bügyös csajsz majd megveszett értük, egy 20-asért akarták elvinni. De valami vénasszony bezavart, 23-at kínált. De csak egy rongya volt. Összegzem. Egy rongy, két macska, három bügyös csajsz, 20 és 23 rongy. 1, 2, 3, 20, 23. Franciákkal. Hát Bonapartéről nem hallott-e valamit, László? Ó,
az a hír is kering nálunk, nagyságos uram, hogy az a francia generál, a tipozáib, Velencére éjcsakának idején bírtott, de a már húzalra külsiklák miatt hozzá nem férhetett. Amizom, kedves urám, nézve nem igen hasznos újság, mert határos révén Triesttel, Niderlanddal, Gréccel, ahonnan a császári fabrikákból hurjuk a bordikákat. Ránk nézve ez nem lesz jó, mert sokkal drágább lesz minden. Ellenben a török császár vezére Pasavantoglu a Rajna mellett Szent-Domingó városába bűtött, és 1200 francia képviselőt. Ami a bajnál. Megint egy pesti haverom privát levélbe írta, hogy ott a kávéházában. Szép! Még csak rám se néz! A végén egészen elfelejtem az úr formáját. Én, kedves asszonyság! Szívem többet szól, mint szám mondhatna. Nincs tisztább szívű szolgája kegyet szépségének, mint én. Az úr mindig udvarias volt velem. Ebben mi ketten nagyon megegyezünk. Nem úgy, mint Lipit Lodgyúrral, akivel nem egyezünk. Nekem fontosabb, hogy mi ketten egyezünk meg. Az óvester úr az elég fizet ide, hogy ezt a kis gondoskát kifizeti. Vigyel hozzája, tisztelettel szóljon, és becsülje nevecskémbe. Éppen készen is van. Van alázatos szolgája. Ó, mélységesen sajnálom, asszonyom, de el kell mennem. Jelenésem van a kastélyban. Bizakodok benne, hogy 2 órán belül ismét gyönyörködhetem a maga szépségében. Addig is, hadd csókolom a kezet. Visszavárom az urat, ha leereszkedik hozzám egy szerény ebédecskére. Az ebéd ígéretes tétel, már csak azért is, mert addig is legeltethetem repeső szemeimet, én kedves tárgyam, domborulatlan. Adjú! Csá! Boris! Parancsoljon! Jössz te! Légy itt a boltban, míg a Lázár megjön! Boriskám! Jössz te! Bújj ide! Jel ide! Valamit mondok! Ahhoz képest régen láttam az urat. Maga az újság nálunk. Aj, lennék én nálad újság, édes Boriskám. De amit említettem, a legfontosabb az lenne, hogy az asszonyodat csábítsd el felé. Vonzol idő magához. Egyezze meg. Egy férfit nem adna oda az egész világért. Az urat nem adna oda egyetlen férfiért sem. Ezt a Lipitlottyot pedig, ezen érjél csak annál, mint maga. Erről beszélek! Azt kellene éppen elintézned, hogy az asszonyodnak jobban bejöjje, mint az a habókos Lipitlotty. És ha igazán szeretné, akkor meg is tudnád tenni. No de! Szeretsz-e igazán, Boriskám? Jó fej van a Tiptop! Én szeressem, miközben valahol más lába közé kívánkozik. Nem vagyok én elég ahhoz, hogy a Fanyoni asszonyság szeretőit bátorkodjam elkívánni. Te tiszta hülye vagy, Boriskám! Nem képzeled, hogy ezt a vérlimoncot szeretném? Haj te, ha ezen kapnál, akár el is énekelhetnéd. Szeme nem sír, mégis nedves, 2 ráncos foga redves, horgas lába tincsen tocsan, sovány fara egyet locsan. Mégis noha hideg vette, legényes a szette vette, óra
francia nóta. Rendesen a Boriskám, az egész dolog arra megy ki. Elvennénk Karnyóni nagyanyám asszony, nyilván nem a szépségéért, mert csak egy kankós lidérc kaphat az olyan vázon, mint ő. Ellenben elmés poéták is megmondta már, az élethez három dologra van szükség. Pénzre, pénzre, pénzre. Ha most Iberában nyomtatva van kegyekre. Szív, szeretet, ló! Mikula, na, de a mi szerelmünk Boriskán! Az úr csak mindig csak rám is engem a szerelem. Úr, én minden bőtetek rosszul nyugál. De annak az eszembe így, hogy össze kell bírani, azt mondjuk, tanni engem, ha meg. És valami te, tartozik is a szeret. És én leszek a szegény nyúlszik, a szegény kiátszó leállítom. Ne vigyálj, Boris! Te leszel Karnyóni asszony, vagyis a majdani tip-top név első szobalánya, és nekem is az asszony öreg, csak hűl, meg ül, egyfolytában alszik, remélhetőleg sokat betegeskedik, és ki él akkor boldogabban, mint mi ketten? Na, ki? Még valamit mondok? Az asszony fém, mint a bű. Egyszer csak megdöbbik. És ki lesz akkor az ő kis szobalányának a férjecskéje? Na, kicsoda? Ha nem rád az úr, Té Miklós, még ma a legnagyobb ellensége lesz az asszonyunknak. Semmi csak rá tudja ülni a banyára. Ő mag nélkül fog kidülni nem sokára. Akkor a cifra
Isten hozta, tessék lejönni, tessék, most éppen szép újságot hallottál. Mit lázad? Hogy kitaláltál főmesére, Sampió Gyévárát! Megvattál! És hogy mi mostanában igen nagyon megvertük az anglusokat! Baromira érdekel ezek. Hanem lázad, itt hol van az asszony? Szolgálatjára az úrnak, ebédnél még frissebb volt, ebéd után valami nehézséget érzete a szoknyavajája jött rá. Szoknyáj? Aval nem szolgálhatunk, azt tartom aranyért. Nagyon érdekes. Mit érdekel a védők sokkal? Ezt a lepet, add el Boriskának, hanem meg nem utazd asszonyádat mondd meg, felugrottam Budára. Amint megjövök, meggyűrűzöm. Értem, uram, értem! Az úr gyűrűt át a levélét! Nem, nem szegény Sanka. A levelet add Boriskának. Asszonyádat mondd meg, visszajövök, gyűrűt hozok meg. Értem. És nekem mit ad az úr? Pénz. Jó. Va pénz. Jó lesz? Jó lesz, bizza. Köszönöm az úrnak. Mindjárt visszajövök érte. Na húzzáljunk! Akarunk mondani, hogy mi mostanában igen nagyon megvertük az anglusokat. 600 fregata elesett, másik 600 fogója esett, most minden órában ide vágyjuk őket Kanizsára. Remélem az úr többet hallott felőle. Többet, ha nem látszik. Nekem most el kell húznom innen. Az azt, hogy csókolja meg helyettem. Nincs időm elköszönni. Amit visszajövök Budára, olyan újságot hozok, amilyet még nem van. Magam is kikérem, kedves úr! Ha valami újságot méltóztatik hallani, legyen szerencsém magamnak is, hogy inkább a szerencséje az embernek a félékhez kis picie, hogy bent van-e még egy generál telegrafus Egyiptomba, és hogy igaz-e, hogy a franciák csak ugyan feltalálták már azt a messzi lövő levelet, mely szerint a postán elküldi, az ellenség kiszakasztja a kupertából egymást égi, csak nyomlikusok bombi! Anya! Remélem nem nekem mondta! Ezt érdemlem? Ezzel jutalmazza sok szíveségemet? Az úr család állnak és hitetlen lelkű? Konkrétabban? Az úr színnel nézzel, angyal! Valósággal pedig egy megtestesült kanördök! Ezt érdemlettem én az úrt. Ezt leszögezem. Az úr nem is úr. Nem. Mi háborította meg így az eszét, hogy asszonyhoz illetlen dolgokat beszél? Engem mer vádolni, pedig én szerettem. Mégpedig olyan igen szerettem. De érdemtelenné teszi magát most el. Mit keres hát ez a levél? A pénz! Le! Az a levél. Ez a levél. Ja, hogy már az a levél mit keres? Már hogy az a levél mit keres? Hát az a levél, az csak egy levél, és másra volt számára. Elkéteket mondani, hogy a franciáknak állusok is látok. Maga a franciákkal látok. Ligit, maga engem a szolgáló elő gyalázatba kevert. Egy szolgáló előtt, szégyen gyalázat egy szép ember, hiába félig magyar, félig német, mégse kívánhatja, hogy elszenvedjem az úrtól. Kicsit embertelenecske. Te hülye vénkecs. Hát az úr fizesse ki az összes tartozását, itt helyben, egyben. Mert ha nem, tudom mit fog csinálni. Mert biztos oda az úr. Én tenyeremből letettem. Onnan mutatja, ki fog a fehérik. Micsoda hát ez a levél? Kusson az úr, de én beszélek. Fizesse ki, mit jutottja az összes tartozását. Takarodjon vissza, honnan jött, és ne próbáljon meg olyan vakmerő lenni, hogy megcsukolt nevemet a szájára vegye. Lázár, hol? Itt is van. Nagy, mint 8 kúres, jobb is mindjárt fizetni. Csak maradjon a kontó ott, ahol van. Tudom, mivel tartozom, és nem szögöm el előre. Egy olyan asszony, akiért élni, halni van szerencsé. Soha nem tenném. Elárultad magad, te gazember!
most ember szám mézes szavakkal. Fizesse ki a kontót, Lipitlott, és azután éljen, vagy halljon értem. Én az urat mindig szerettem. Ezt nem tagadhatja. Szeretem még most is, ha jobban szeretem mindenkinél. De hogy kihasználjon, azt nem tűröm el. Drága! Az ön szóval állni meglehetősen hűségtelen. Tud róla, asszonyom, hogy azzal a mézes mázos tiktoppal szűrte össze a levet? Egy ilyen rihonya! Bármely legény kedvéért képes lenne asszonyomat elárulni! Azért küldtem hozzá azt a levelet, hogy próbára tegyem. Én töröm magam magáért, maga meg holmi kontóról beszél. Hát lehetsen! Hogy a mi szerelmünk ragyogó napfényét holmi kontó fellegek ködösítsék el! Na már most, ha én volnék maga, nagyon elzékelnék magam. Jó, te angyal! Én előző angyalok! Bocsáss meg mindenért! Gorombaságom a huncfut lány miatt volt! A szerelem mindig aggódásra jár. Ha nem szerettelek volna, nem is aggódtam volna életed. Nem mászok rád ilyen hevesen. Szerelmem, gyere, vedd tőlem kedvesen ezt a három fixet. Neked többé nincs kontód. Nincs nálam egyik kontód. A szerelem éges kontóján kívül. Jaj! A mit csinál az asszony szeg a lelki? A kifizeti majd ezt meg? A maguk kizsadosak vagyok a kurdikáért bícsbe! Kosti Lázár, az úrnak többé nincs kontója. Nagyon köszönöm, asszony. Ez annyit tesz, indulhatok Budára, és maga engem többet nem lát. Isten őrizzenek több, hogy én ne láttam többet az urat. Ahogy mit gondol az úr? Ez. Igen is ez. Én asszonyomnak semmivel se lógok. Így asszonyom se tartson számot az én szívem kontójára. És én szegény özvegy! A szegény özvegy? Özvegy marad, ahogy eddig volt. Gondoskodik a koporsójáról, és szépen megy itt vezült férje után a más világra. Kocsidemű fiatalocskák önző módon vár, de szeretnénk még egy kicsit elidőzni itt a síralom völgyében. Igen, érzékeny a tréfál az úr. Ebben a materiában nem örömes hallgatom a tréfát. Ne játssza meg magát! Én nem tréfálok. Én néhány milliárdnak, a lottónak köszönhetően birtokosa lettem. Maga hozzám képest egy mini-mini márket, egy senki kópé. Én gazdag vagyok, fiatal, tapadrak rám a nő, maga pedig egy ütött, kopott vénhegedű, amiből a sátán se tud már dalodok kicsi hamarul. Én tudok valamit, maga pedig csak egy vén bolond. Szemét én ringyó, még csúfolodsz is. Ah, helyben szegény férjem, ha te most élnél. Boldog egek! Miket kell az embernek megélnie, és kitől? És mikor? Te koldus kutya! Aki az én korpámon tanultál bemugatni, te! Csöket nem kapasz! Akinek az én szemetemben nőtt tagadt a léja! Kukoriku! Ne ugass, te kényes biztó! Te világ senki sem tennék je! Lázár! Hidd a tolvasörbe! Hadd verünk ki még a fogát is, a szottya beszélnek! Köpedi! Hé! Te belegy a boltomból! Ennyi, asszonyom! Moderálja magának, szabad ezt! Teljesen megrészegítették a gondolatai, lám a harapó el is esett. Megmondom a valót, ahogy eddig nem volt esze, úgy ezután se lesz. Adjé. Te, ördögök köpölcsészéje! Jaj, férjem örökös hiánya, jaj, szegény vékonyom! Se az, dögöljön meg mindenki. Lám, megmondtam! Na most a kuntó, jaj fejem, jaj vallam! Jaj a kuntó! Se megiség, se píz, se legény, se kuntó! Lássad most az asszony,
Én is elmegyek a bútyába. Attól tart a kétségbe kell este. Jaj, de szegény férjem, ha te most élnél. Felmagzott saját a köt vagyok madár ilyettől. Főle foghatom, hogy mitől tartanak olyan fénynek. Szarok rá. A világ tele van balítéletekkel. Te, áhadatlan ígyszegő. Az ötvegyek édes gyámol a bézeti az ékönnyulatásigat a maga tömlőjébe, és te körülmetéletet. Szívű! Elnyered méltó jutalmat! Az ég ideje korán kivág az élők sorából, de meg is érdemled. De miket beszélek? Én. Mert én tégedet még most is szeretem. Én inkább meghalok. Halok meg. Elveszek. Veszek el, ha meg nem halok. Összegzem. Uram, hozd el az én utolsó óra. Én még senki nem volt becsúfolva. És én mégis azt a... Asszonyám! Rohazzunk! No, asszonyám, rohazzunk! No! Aj, te kis bohócska! Hát hogy rohaznék én? Helyén, én azt se tudja, asszonyám! Csak vegye a kezébe, a lába közé ezt a vasrőfet! Aztán csak hívni! Venném édes fiam, csak tele volnád, majd lovaznék én, hely, de hogy lovaznék? Ám te lovaglak, messze-messze, a más világ felé. Elmegy asszonyám az óperenciás tengeri, jaj, figyelj engemet is, úgy meglovazunk a tengeren, hogy még. Gyerek, gyerek, legjobb volna, ha az árvák atyához fölfohászkodnál. Én úgyis meghalok. Ne halljon meg asszonyám. Ha meghal, meg bizony maga is megbánja. Az igaz, fiam, hogy bánom. De hogy élek, még jobban bánom. Az pedig, hogy éltem, a legjobban bánom. Ó, Istenem! Szegény atyád is mindig olyan beteges volt. De ami a legkeservesebb, menyecske koromban is olyan pegyűt volt a szegényke. De te ezt nem értettem. Szóval ott tartottam, hogy pecsült volt a szegényke. Ó, édes szegény férjem, ha te most élnél. Miért is nyugodtott meg az Isten? Én is sírok, édesanyám! Én is sírtam az én szegény pecsült. Nem merem másra bízni. Csak ezt a papíros kulit. Semmit se szólj!
amit adnak hozzá. Adjon hát azt, hogy elnek is aprót. Hát vegyek már, akkor sűrított a patikásnál. Messze. Csak siess. Sose hittem volna, hogy az ember ráadnos van életére. Most érzem, hogy terhemre van az élet. Ó, te élet, Réherondja! Csak a fiamnak van. Ennek az egy rossz köröknek. Csak ennek lenne elérni való elégséges esze. Mindjárt könnyebben várjuk meg a fiamnak. Hová olyan sebesen, Sambu? A patikáshoz. Asszonyám rosszul érzi magát, mert az egerek körmöstől elvesztek. Azt nézem meg, otthon van ilyen gazda, vagy pedig csak gotik. Papírost küldé ki, asszonyám. Mutasd azt a papírost! De otthon van hát a gazda. Ez otthon nincs, azt mondta asszonyám, meg sem mutassa. Na, na, hogy otthon van. Na, ide bele. Ettől én behalok. Arzén meg arzén. Nem lesz ennek jó vége. Na, húzzásom! Hagyom hát az úr aprót, piros meg kis durrundira. Most kell észnél lennem. Lipidot kicseszett az öregasszonyjal. A bolond Budára ment, a vénasszony berosált. Lipidot meglátta a lottó számait a kirakatban, és elhitte, hogy az ő számai jöttek elő. Nem is sejti, hogy a lottózó ember némi pénzért cserébe az ő számait tette ki a táblára, amikor a kirakat előtt állt. Azóta kitette a valósággal kijött számokat. Az előző eset tévedésből megesett. Eddig minden rendben megy. Lipidotból bolondot csináltam. Veszprém felé járhat már vele a taxi. Majd megoldja, hogyan fizeti ki. Ahogy ismerem, csúful elbánt az öreg asszonnyal, aki most meg akarja ölni magát. Kínos közjáték lenne, ha tartozáson fönt marad utána. Le kellene mennem körülszaglászni, mi a helyzet. Nekem kell lenni fölül, még ha ő is van alul. Boriskával! De ha Boriska épp az ablakon kihajol és énekel, yeah.
mit mondok? De ha ennyi tudomány szorult az úrba, hogy lehet, hogy ilyen rongyos? Jaj, lássa az úr ezeket, ami a mesterségeket, noha harangban mutogatják, még az ebek sem mutatják. Na ez jó itt vagyok. Hogy a fenébe tudod elmenni, ha meg se jött? Ahó! Jaj! A legyen az úr! Hallom, de ki az? Vettem Ákos Ingrid, mert piros vagy a szórólni! Te vagy a Samu! Egyebet vettél meg! Ó, vettem ám! Asszonyának egy skatulját, meg egy üveget, mi? Na, hatám, hatám! Hú! Arzén meg arzén! Elnye, elnye, mire nem megy az ember? De menne egy álmazó, mert akkor mit vesz be asszonyám? Elcserélem álomboros skatujára. Ezt vidd asszonyanyádnak, gyere csak úgy! Ez jó csere volt, most már minden rendben. Azonnal Lépillott szállására megyek megtudakolni, hogyan megy el, s visszajönni. Vagy Budán fog élni a nem létező milliárdjaim. Mit vacakolsz, amit Samu? Nekem most minden minúta egy esztendő tesz ki. Van ám orvos, asszonyám! Csak ebér legyen, úgy ebérre veszi be. Nekem is nagyon belőle, sülve leszel a főbe. Csak téged ne látnálok. Mindjárt könnyebben venném be ezt a halálos port. De hiszem, az Isten majd gondot visel rólad. Édes fiam, veszne inkább mindenem, csak az eszemet hagyhatnám neked örökségül. Kisfiam, tudd, te már engemet holnap nem látsz. Akkor mit teszem én holnap, édesanyám? Akkor toros káposztát, fiam! Káposztát! Azt is az anyád torába eszek, fiam. De most inkább menj! Vigy magadnak még egy pár mákos kifét! Jó! Menj, fiam! Isten veled! Édes fiam, te már engem többé nem látsz. Isten legyen veled! És bocsásson meg nekem! Thank you.
házadba kergettél? Meghamisítottad a lottószámokat? Szólj! Reszes! Hajj meg! Az-e? Ez képes volt lelőni. Olyan nekem! Lelőlök! A lottózó dolgozóját megvesztegettem, 2 óráig tegye ki az én szárnyaimat. Megérdemelte a halált. De biztos, ami biztos, még egyszer adom le. Tisztázzuk! Az asszony aluszik, vagy csak tettet? Az engereket akarja elveszteni. Ezentúl? Még kérdezi? Az mi asszonyunkat az úr ölte meg? Micsoda? Miért? Ki az? Az az úr. De ha nem az az úr, az az úr én lenni. Hogy én öltem meg? Uram! Bár alkalmat van a pillanat! Hadd nézzem tenyerébe! Ízik urra a virágzó fa, s bőletlen akasztó fa. De rád pedig édes lányom, a sorsvetést én így hányom. Hogy a szíved inged legyél, magad pedig hasad fedél. Rólad rosszat mond a kéz jó, a jelet vagy bak vagy korpió. S amint mutatja a tenyér, nálad minden napi kenyér. Ha te utad nem kövecses, nálad a szép legény becses. Nekem valami
vásárból? Jaj, hoztam, édes fiam! Hát ez az utolsó kenyerem maradéka. Ez megbecsül, mert a te atyádnak az aranyoknál becsesebb volt. Ezt a piros pöttyös túlórúti gyanám te! Édes fiam! Hát te valahol ki az unnan megesmertél, te, aki magadat is alig esmét. Mások bezzeg, akik sokkal okosabbak, ihol 3 év alatt egészen elfelejtettek. Lásd, édes fiam, a természet az nem tagadhatja meg önmagát, mely az vagyok, akinek ne gondolsz. Ennek a háznak az ura! Ura! Én! A kimondottan szerencsétlen karandó. Jézus! Talán az én köztár az erre a szomorú napnak volt. Meg tudomásom van róla, hogy meg van hallgatunk. Igaz, hogy a szomorú nap, én kell doktor Borispa. Hát az igaz, édes Boriskám, hogy az égből szállottam hozzátok, mert az vezérelt engem minden utaimban. De jól tudhatjátok, hogy most 3 esztendeje lesz, hogy én más kereskedés miatt görögbe kimentem. És akkor Görög és Triest között az akkori időben ott kóborló franciáktól elfogadtatta, és engemet minden tárgyalás nélkül fogolyként Mantua várába küldöttek. S Mantujába, Lord Kent, principális uram! Azt hallottam, hogy az nagyon erős város. Ott szakad a Nílus a Mozellába, csak azt nem tudom, hogy melyik országban van, azt nem tudom. Hibb Mantuja, ezt Mantuja, non procula genuja, Scythian dominációtúja, merre nyílik kapuja. Halleluja! Mindezek ellenére folytat. Na, ott volt, amin fogtam, de állat a mindeneket bölcsen igazgató Istennek, eljött valahán az az idő, amikor a nagy hadseregünk megrengettette a franciák alatt az alpesteket. A pápusok földjét! Mindannyian kiszabadultunk! Hát itt vagyok. Na! Drága fiaim, sok szó beszélt közben, majdnem el is feledkeztem öreg anyátokról. Hát az évé vagy, halé az Isten adta. Inkább halé, inkább meghalé. Meghalé, akkor az Isten nyugosszon meg é. Hát hány esztendeje, hónapja, hete vagy nap? Principális uram, a most hala éppen az asszúr, éppen egy órája sincs, hogy halunk. Meghalt és miatta már az ördög elragadta, egyét urat is magához, jó lábat a stafétához. Nos, tömlözből kriptába jöttem. Ez az én formám, mint egy jó este is el lehet. Én azt hiszem, hogy elájulok. Legfeljebb! Meg is halok! Szintindélet most jöjjetek! Sebre tapaszt itegyetek! Aki halott, feltámadjon, minden mi volt, új maradjon! A szolgát betálja, a csalata megbocsássa, az uramnak, várj!
che te leggi? Lembi un casissa! Non più violenze! Figa voi! Voi vince!